Jó reggelt kívánok! Fegyvertartásról beszélgetünk Dorosz Dáviddal, mert hogy törvényjavaslat van a parlament előtt ebből a szempontból. Pintér Sándor és Semjén Zsolt szeretnék módosítani úgy a törvényt, hogy a sport és a vadászfegyverek esetében könnyebben lehessen engedélyhez jutni. Mit szól ehhez az LMP? Jó reggelt kívánom, üdvözlöm a nézőket. Ennek a törvényjavaslatnak vannak jó részei, amelyek valóban olyan bürokratikus akadályokat törnek le, amelyek megakadályozták eddig, vagy megnehezítették a vadászok életét. Ezeket el tudjuk fogadni. Szintén el tudjuk fogadni azokat a részeit, amelyek a fegyverek előéletét jobban nyomon követhetővé teszi. Tehát innentől kezdve a fegyverekről, azok élettörténetéről, azok előző használóiról az államnak sokkal jobb képe lesz, és sokkal jobban ellenőrizhető lesz. Viszont vannak olyan változtatások a törvényjavaslatban, amelyek szerintünk indokolatlanul kinyitják a fegyverhez jutás lehetőségeit, és ezekhez kapcsolódó a módosító javaslatokat nyújtottunk be, és amennyiben ezeket az anomáliákat a Fidesz hajlandó kijavítani, akkor el tudjuk támogatni a törvényjavaslatot. Akkor menjünk bele egy kicsit részletesebben, melyek ezek az anomáliák? Többek között megkönnyítik azt, hogy azok, akik bűncselekményt vagy szabálysértést követtek el, jelen pillanatban 10-15-20 évig terjedő időszakban nem kaphatnak fegyverviselési engedélyt, illetve nem juthatnak fegyverhez. Attól függően változik ez az idő, hogy milyen súlyos bűncselekményt követtek el. Ezeket a határidőket mindenhol a jogszabály csökkenteni szeretné, és vannak olyan bűncselekmények, például a természetkárosítás, ami mondjuk kifejezetten a vadászat kapcsán sajnos kis százalékban ugyan, de előfordul a bűncselekmény, amelynél pedig teljesen elveszi ezt a lehetőséget, tehát aki egyszer már elkövetett természetkárosítást, az továbbra is kaphat fegyvert. Ezzel mi nem értettünk egyet. Mit jelent a vadászat esetében a természetkárosítás? Ez... Tehát, ha mondjuk valaki egy olyan vadat lő le, amire nem lenne engedélye, az már természetkárosítás? Ez, illetve, hogy többet lő le, nem azokat az állatokat, megkárosítja közben a természet védelmi értékeket képező, például amikor különböző külföldi nemzetiségű vadászok, de sajnos magyarok is védett madarakat lőnek le, ezek számítanak természetkárosításnak. Viszont a külföldi nemzetiségű vadászokkal nem nagyon tudunk fegyverviselési szempontból mit kezdeni. Ugye pedig ez egyébként is állítólag egy viszonylag új jelenség Magyarországon, hogy nem csak vadászok jönnek Magyarországra, de olyanok is, akik csak lőni szeretnének, mert hát az eddigi törvényekben is voltak kiskapuk, amiket ki lehetett használni. Igen, ez sajnos az elmúlt 10 évnek a jelenség. Sajnos megjelent egy olyan fizetőképes kereslet, amely ezeket a plusz költségeket is, ami az illegalitásból fakad egy ilyen vadászat során, azt ki tudják fizetni, illetve hát szerencsére Magyarországon olyan fantasztikus természeti értékek és olyan ritka madárfajok vannak, amelyeknek ez az egyetlen hátulütője, hogy vonzák az ilyen orvadászokat. Én azt látom, hogy ebben a kérdésben lehetne még mit tenni, de például a természetvédelmi őrszolgálat leépítésével, annak a finanszírozásának a megvágásával a kormány épp, hogy ezt a védelmet gyengíti, nem pedig erősíti. Egyébként ez a törvény kifejezetten a sportlövészekről és a vadászokról szól, és az általuk használt fegyverekről. Viszont régebb óta zajlik egy vita a kormánypártok tájékán, meg még a Jobbik is megnyilvánult már többször ebben a kérdésben, arról, hogy önvédelmi fegyverrel kapcsolatban kellene elazítani a szabályokon. Tényleg ennyire el lehet választani egymástól a kettőt? Ez a mostani módosítás, ez a javaslat, ez az önvédelmi fegyvertartás nem befolyásolja? El lehet választani, mert az engedéllyel tartott fegyverekkel nem követnek el bűncselekményeket, nagyon kis százalékukkal követnek el bűncselekményeket, tehát az engedéllyel tartott fegyverekkel vadászok, illetve sportlövők élnek, és a túlnyomó többségük betartja a jogszabályokat, és tisztességesen megfelelő módon arra a célra használja a fegyverét, amire az engedélyét kapta. Ezzel szemben ez a most megjelenő, eléggé ilyen amerikai vadnyugatra hajazó retorikával kiegészített javaslat, miszerint jobban engedni kéne a lakosság felfegyverzését. Én ezt igazság szerint nem tudom hova tenni, ezt egy eléggé PR szagú felengedett léggömbnek tartom, aminek nem tudom, hogy a konkrét megvalósulását hogyan képzeli a Fidesz. Az alkotmányban ez ugye, vagy az új alaptörvénybe bekerült, az új BTK tervezetében is szerepel, de azt, hogy pontosan ez milyen fokon, milyen
különböző szabályozásokkal fog megélni a napi életben, ezt még egyáltalán nem látjuk. Mi a magunk része, a lehet más a politika ezt nem fogja tudni támogatni. Mi abban hiszünk, hogy a közbiztonságot a rendőrség, a közösségi rendőrség megépítésével lehet megerősíteni, nem pedig azzal, hogy a lakosságot felfegyverezzük. Mi értelme lenne ebben a témában PR lufikat eregetni, amikor a különböző kutatások azt mutatják, hogy egyébként a magyar társadalomnak nincsen nagy igénye arra, hogy fegyvert tartson otthon és lövöldözhessen? Szerintem azért, mert Pintér Sándorra sajnos ráégett az a bizonyos két hét alatt rendet teszünk című ígéret, ami mindenféle adat, tehát a statisztikai adatok, illetve az emberek szubjektív biztonságérzetének romlás, és azt mutatja, hogy ez kamu volt. Sajnálatos módon, főleg a vidéki Magyarország kis településein hihetetlen rossz közbiztonsági állapotok vannak. Olyan állapotok vannak, amihez képest a 2010 áprilisi állapotok szinte már idillinek számítanak, és ezért a szélső jobboldali szavazók kegyeinek megnyeréséért ezt a témát láthatóan a Fidesz szeretné az eredetileg a javaslatot behozó Jobbiktól elvenni, és így szavazatokat szerezni. És ön szerint, bár ez megint csak spekuláció, de ezzel a javaslattal ennek a dolognak a politikai részét ki is pipálná a kormány, vagy várható majd utána egy újabb módosítása a fegyverviselési szabályoknak, vagy egy újabb törvényjavaslat akár, ami egy előrébb lépést letesz lehetővé, és ahhoz képest, hogy most már ugye liberalizálják valamennyire a sportfegyvereket, akkor majd az önvédelmi fegyvereket is fogják. Nagyon őszintén úgy gondolom, hogy a kormány ezt tényleg csak PR akcióként gondolja, és tényleg csak deklaratív célra bekerült az alkotmányba, ezt így is veszélyesnek tartom. Tehát ez a mostani törvényjavaslat nem egy folyamat eleje ilyen szempontból? Én úgy gondolom, hogy nem, ez tényleg a sportlövőkre és a vadászokra vonatkozik, viszont veszélyesnek látom a tendenciát, viszont azt gondolom, hogy sem Orbán Viktornak, sem Pintér Sándornak nem érdeke, hogy felfegyverezzék a magyar lakosságot. Hanem egyszerűen a vadászlobbi próbál meg itt bizonyos módon elérni eredményeket olyan szempontból, ami az ő számukra eddig valóban kellemetlen volt, ezt mondta az elején, hogy vannak olyan részei a törvénynek, amit el tudnak ebből a szempontból fogadni. Miért? Mi az, ami a vadászok életét eddig megnehezítette? Tényleg voltak olyan bürokratikus körök, amelyek egyrészt a rendőrség túlterheltségét is okozták, másrészt az engedélyezés során hosszúak voltak a határidők, illetve olyan engedélyeket kellett kiváltani, amelyek valóban költségesek voltak. Ezzel ellen fel lehet lépni, és ezt a bürokratikus akadályokat, ahogy említettem, van értelme lazítani. Itt mindig az a kérdés, hogy ezt milyen arányban tesszük, hiszen azért a lőfegyverek nem játékszerek, vigyázni kell arra, és pontosan tudni kell azt, hogy kinek, milyen feltételekkel, és milyen hosszú időre adunk lőfegyvert a kezébe, illetve milyen engedélyekkel. Ráadásul több eset is volt az utóbbi időben, egészen a közelmúltban, amikor tragikus balesetek történtek, engedéllyel tartott vadászfegyverekkel. Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ha könnyebb lesz vadászfegyvert tartani, ez ne jelenthessen több balesetet is? Itt szerintem ami nagyon fontos az, hogy a különböző vadászegyesületekkel, a vadásztársadalom különböző szervezeteivel kell kialakítani egy olyan viszonyt az államnak, ami az oktatásra, az állandó felkészítésre fordít figyelmet. Tehát például arra, hogyha valaki megszerzi a vizsgát, utána ez bizonyos időnközönként valamilyen tanfolyammal a tudását fel tudja frissíteni, hiszen látjuk azt, hogy ugyanúgy, mint a bármi másnál, ezeket a képességeket formában kell tartani, és látni kell azt, hogy ez az az út, amivel megelőzhetőek pontosan azok a sajnálatos balesetek, amiket ön is említett. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.